Itt van már is első vendégem a stúdióban, Faragó Dániel, a Mi Hazánk mozgalom polgármester jelöltje. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a lehetőséget! Elsőként kérem, hogy mutatkozzon be a nézőknek. Faragó Dániel vagyok, Tőzsgyökereső, Kecskeméti, a Mi Hazánk mozgalom polgármester jelöltje. Lettem Kecskeméten. Szeretnék magamról is, de előbb a pártról is beszélni pár gondolatot. Mi 2018. június 23-án bontottunk zászlót Ásotthalmon, és én itt érettségiztem Kecskeméten a Református Gimnáziumban. Megtanultam, hogy nincsenek véletlenek, és nekem pontosan június 23-án van a születésnapom, úgyhogy ezt egyfajta jelnek tekintettem, hogy nekem ebbe bele kell vágnom, és segítenem kell az új nemzeti erő létrejöttét és kibontakozását. Nagy árulás közepette tudott a Mi Hazánk mozgalom zászlót bontani, hiszen az elmúlt években azt a politikát, amit mi most képviselünk, és ami miatt mi megalakultunk, azt a Jobbik vitte, és én is 2016-ig a Jobbiknál dolgoztam, illetve ott igyekeztem elsajátítani a politika fortiait. Aztán a Jobbik dezertált erről az oldalról, ide nem is feltétlenül szükséges szerintem visszavenni, mindenki tudja, hogy mik azok, amik megtörténtek, és hát ennek lett az eredménye a Mi Hazánk mozgalom. Úgyhogy most már másfél éve létezünk, és minden megyei városban igyekszünk polgármesterjelöltet, illetve képviselőjelölteket is állítani, hogy jelezzük azt a nemzeti radikális szavazóknak, hogy vagyunk, és nem lehet a mi szellemünket visszatoloncolni a palaszba, fogunk létezni, és megpróbálunk ismét tényezővé válni. Említette, hogy magáról is szívesen beszél néhány mondatot még. Fiatal polgármesterjelölttel állunk szemben. Igen, 25 esztendős vagyok. Miután leérettségiztem itt Kecskeméten, utána politológia szakon folytattam a tanulmányaimat, itt is sok mindent tudtam tanulni. Nem feltétlen olyan tanáraim voltak, akik ideológiailag egyetértettek velem, viszont ez segítette azt, hogy azért jó vitakészséget sikerült kialakítanom. Jelenleg pedig családi vállalkozásban dolgozom itt Kecskeméten, mi mezőgazdasággal foglalkozunk. Nagyon sok testvérem van, ők is különböző területen tevékenykednek. Úgyhogy hát sosem unalmas az élet otthon. Térjünk vissza egy kicsit talán a Mi Hazánk mozgalomra, hiszen említett, hogy 2018-ban Ásotthalmon alakultak meg. Igen. Azóta viszont kevesebbet hallunk a Mi Hazánk mozgalomról, és Kecskeméten itt az önkormányzati választáson 5 egyéni választókerületben tudtak indítani jelöltet. Ez siker vagy kudarc? Jó a kérdése, fele más a dolog, mert a 100%-os siker az lett volna, hogyha mind a 14 körzetben sikerül jelöltet állítanunk, sikerül összegyűjteni az ajánlásokat, és még ezt meg lehetett volna fejelni egy polgármesteri feladattal, de mi nem ígértük azt a szavazóinknak, hogy mi most mindent meg fogunk nyerni másfél éves korunkba, és tarolni fogunk országszerte, és nem tudom, Árpád-sávosra varázsoljuk az egész Kárpát-medencét másodpercek alatt. Mi a lépésről lépésre építkezésbe hiszünk, és mi szerves fejlődésen szeretnénk keresztül menni. Hogyha a győzelem és minden áron a pozíciók lennének a legfontosabbak ennek a mozgalomnak, akkor nyilván a balliberális összefogás felé, vagy a Fidesz felé húznánk, és akkor együtt indulnánk velük. De mi elvi alapú politizást fogunk folytatni. Pontosan ez a problémánk, amit kritizáltunk a Jobbikban, hogy ők úgy érezték, illetve a felsővezetés úgy érezte, hogy a győzelem és a pozíciók megnyerése, akár miniszterelnöki székről, polgármesteri székről beszélünk, azért minden elvet és mindent föl lehet adni. Mi ezzel nem értünk egyet. Annyi jelöltünk van minden városban, amennyit sikerült állítani, és büszkén vállaljuk azokat az embereket, akik el tudnak indulni képviselőként, de van még tartalékunk és van hova fejlődni. Az a fő probléma, hogy egyrészt az apátia nagyon nagy a nemzeti oldalon, miután megtörtént a Jobbik pálfordulás, amit nem feltétlenül szeretek rá használni, de miután ez a fordulat megtörtént a Jobbikban, nagyon sokan már nem szeretnének politikával foglalkozni, sem szavazni, sem pedig mondjuk ajánlásokat gyűjteni, vagy képviselőjelöltként elindítani, és a mi feladatunk lesz ezt a lángot továbbvinni, újraépíteni, és ez bizony nehéz munka. Nem rendelkezünk állami támogatással, hiszen a 2018-as parlamenti választásokon még a képviselőink a jobbikos színekben szereztek mandátumot. Hát én talán elmondhatok, hogy ez nagy belső vitákat eredményezett már az alakulásunknál, illetve a 18-as választások előtt, hogy nem lenne jobb az, hogyha
már akkor sikerül egy önálló pártot alakítani, és akkor lehet, hogy most kettőharmada sem lenne a Fidesznek, és állami támogatással a hátunk mögött azért sokkal könnyebb építkezni. Hát én kisebbség maradtam ebben a vitában, úgyhogy most így folytatjuk tovább állami támogatás nélkül. Oligarchánk pedig nincs és nem is lesz, úgyhogy gyakorlatilag a szimpatizánsaink adományaiból tartjuk fenn a pártot, és ez egyrészt egy ilyen romantikus, jó hangulatú bajtársi közösséget szül, de hát azért a nehézségek továbbra is fennállnak. Kecskemétről is kell beszélnünk egy kicsit. Hogyan látja jelenleg a városnak a gazdaságát, a stabilitását, az anyagi helyzetét, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. Az pedig egy fontos kijelentés, hogy a város költségvetése, illetve az anyagi helyzete az stabil, tehát ez fontos elmondani, de már azt is egy nagy eredménynek tartom, hogy lehet a városvezetés politikáján és a városvezetés költségvetésén és a városnak a költésein lehet mit kritizálni. Az előző ciklusban nem volt gazdája a városnak, most azon vitatkozunk, hogy ez egy jó gazda vagy rossz gazda. Nyilván az országos politikával is összefügg, az, hogy érkeznek Kecskemétre a támogatások, az hát köszönhető annak, hogy nyilván azon színezhető a városvezetés, mint a kormány. Ugyanakkor azt a burkolt fenyegetést fideszes politikusok által azért szerintem a kecskeméti választópolgárok érzik, hogy amennyiben itt ellenzéki színezetű polgármester kerülnek ki győztesen október 13-án, akkor ezek a források esetleg elapadnának. Én azt is problémának látom, hogy a Kecskemét város gazdasága azért nagyon nagy részben a külföldi bótikra épül, gondoljunk például a Mercedes gyára, és a mi félelmünk az, hogy ezek a külföldi múltig, ezek a profiton túl semmiben nem érdekeltek itt Kecskeméten. Nem érdekli őket, hogy mi lesz a Kecskemét a munkavállalókkal. Hogyha kapnak egy kedvező ajánlatot, akkor eltávolítják a gyárukat innen, és elmennek más országba, vagy esetleg más városba. Ezért szerintünk egy egyensúlyt jó lenne állítani, és helyi kis és közepes vállalkozásoknak sokkal nagyobb teret és lehetőséget adni, mint ami most van. És ami pedig az én saját veszélyparipám és a saját dolgom az, hogy a határon túli magyar vállalkozásokat igenis össze szeretném kapcsolni Kecskeméttel. Ez nem egy utópia, ez nem egy lázálom, ez egy reális, megvalósítható program. Az, hogy a 15 milliós Kecskemétet végre szeretném hajtani, nem véletlen van benne, hogy a négy fontos programpontom között, hogy 15 milliós Kecskemétet szeretnék. Lehetőséget kell adni a határon túli magyar vállalkozásoknak, ezáltal mi is erősebbek leszünk itt. És akkor nyilván nagyon sok leágazása van ennek, a testvérvárosi kapcsolatokat sokkal erősebbé is lehetne tenni, ezek kiaknázatlanul működnek. Mindig örömmel látom, amikor japán turisták fényképezkednek itt a városháza előtt, és ugye a testvérvárosi kapcsolataink nagyon messzire kiterjednek, de szerintem a saját házunk táján a Kárpát-medencében is érdemes lenne ezt ismét egy nagyobb amplitúdóval művelni ezeket a kapcsolatokat. 4 perc, 45 másodperc van még, így ennek tudatában kérem szépen, hogy egy kicsit a közlekedésről beszéljünk, azért a közlekedésről, mert egy fontos, sarkalatos kérdés volt a kampányban. Önök, illetve ön személy szerint mit gondol erről a témáról? Azt látjuk, hogy ugye van, Budapesttel van összehasonlítási alapom, és ami a legnagyobb probléma, hogy a buszjáratok, illetve bármilyen más, ugye csak buszok közlekednek Kecskeméten, azok nem körkörösen mennek, illetve nagyon kevés van, ami körkörösen jár, sokkal inkább így oda-vissza, oda-vissza. Én itt például arra gondolok, hogy az alvó, Kecskemét környéki alvó települések, Hetényegyháza, Ballószög, Kadafalva, ott nagyon-nagyon ritkán járnak a buszok. Tehát ez óriás, ez mindig is probléma volt 20 éves, és szerintem 20 év múlva is ezt nehéz megoldani, illetve volt a busztársasággal, ugye itt a szerződésre is egész nagy probléma Kecskeméten. Én nagyon kíváncsian várom, hogy sikerül a városnak ezt megoldani és ezt kialakítani. Az, hogy a közlekedés problémájáról beszélünk, az már rögtön azt jelzi, hogy Kecskemét város felé van érdeklődés. Akár ugye a turizmust, hogyha veszem, a kiskörúton, ennek köszönhetően, ugye, hát mindennek megvan a pozitív és a negatív oldala, lehetetlen parkolni a belvárosban. Pontosan a túlzott leterheltség miatt. Nekem az volt a javaslatom, és ezt most is tartom, hogy hétvégenként legyen a parkolás dupla díjas, pontosan azért, hogy a belvárosban élőknek ne kelljen azzal szembesülni, hogy gyakorlatilag egy egész nagy parkolóvá változik
a központ, hétköznaponként pedig legyen ingyenes, hogy a munkába járást könnyítsük meg, és a parkolási díjak azok mérsékeljék a kecskeméti adófizetők terheit. Ön szerint milyen irányba kellene fejlődnie Kecskemétnek? Önök mit látnak? Arra büszke a polgármester asszony, és mindig ezt hangoztatja, hogy egy mezővárosból egy iparvárossá változott, illetve fog majd változni Kecskemét. Azért a mi szövetségeseink között ott van a miép és a kisgazdák is, és ez nem véletlen. Szeretnénk jelezni, hogy a Kecskemét környéki mezőgazdaságból élő tanyákat egy tanyaprogramra ismételten szükség lenne. Azoknak azokat a gazdákat sokkal jobban kéne a városnak támogatni. Elveszni látjuk azt a régi mezővárosi hagyományt, és mi ezt azért féltjük. Nem állunk a fejlődés útjába, nagyon fontos az ipari fejlődés, de a mezőgazdaságra sokkal nagyobb hangsúlyt kellene ismételten fordítani, illetve a kultúrában is azért van lemaradásunk, ami folyamatosan csökken, de szerintem még egy lapáttal rá lehetne tenni. Még 2 perc, 18 másodperc van, így hogyha talán egy-két célt megfogalmazna, hogy az elkövetkezendő 5 évben melyek lennének a legfontosabb célok, akár a Mi Hazánk mozgalom, akár a polgármester jelölti lehetőségek terén? A sport terén elszalasztott lehetőségnek tartom azt, hogy a 2020-as Giro d'Italiát nem sikerült Kecskemétre hozni, egy darab befutó sincsen Kecskeméten, ez mindenképpen táblati cél lenne, hogy a kerékpársport fellendüljön, és én ugyanide szeretném hozni az e-sportot, ami most már Magyarországon, például a V4-es kapcsolattal kibővülve nagyon-nagyon eredményes és prosperáló rendezvény lesz. Az egyiket mindenféleképpen el kell hozni a következő 5 évben Kecskemétre a kettő közül, és nagyon-nagyon fontosnak tartanám még azt is, hogy újra legyen a városnak NB1-es foci csapata. Ez nagyon fontos, ez gazdasági jelentőség, médiában való megjelenés, városstratégia. Ez 5 év alatt nagyjából ezek megvalósíthatóak, és akkor ez nem ilyen 30 meg 45 évre való célokat fogalmazta meg. Ez a következő 5 évben nagyon-nagyon fontos lenne, ami kifejezetten Kecskemét városára vonatkozik, és nem mentes a politikai kardozásoktól. És ha nem kifejezetten Kecskemét városra vonatkoztatom, hanem mondjuk a Mi Hazánk mozgalomra? Hát az, hogy a 2019-es EP választásokon már 3,3%-ot elértünk, így gyakorlatilag a cél egyértelmű, 22-ig be kell kerülni a törvényhozásba, ez az 5%-ot kell megugrani. Ez a cél minimális szinten, és akkor ez lesz egy olyan eszköz a kezünkben, amivel hatékonyabban tudunk majd politizálni, ez nyilván a parlamenti képviselet, az önálló frakció, de azért már most is vannak olyan városok, falvak, ahol komoly eséllyel szállunk ringbe polgármesteri pozíciókért, Cserhát halál, Pásót halom, és még hát főleg Borsod megyében vagyunk azért a legerősebbek. 44 másodperc van még így az adásból, úgyhogy egy rövid zárszót kérek szépen. Szeretnék megmutatni azt Kecskeméten, hogy a jelenlegi városvezetés és akár a jelenlegi kormány alternatívája az nem merülhet ki ebben a trágár koalícióban, és nem merülhet ki O1-gézésben. Úgy is le lehet, és úgy is le kell váltani egy kormányt, egy városvezetést, hogy közben nem válunk ellenségévé a saját hazánknak. Én erre kérem október 13-án a bizalmat minden kecskemétitől. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.